Kedves nézőink! Önök a Líceum Televízió Hírlánc című műsorát látják. Tartalmi kínálatunkból röviden. Egyedülálló térinformatikai rendszer az egyetemen. 6 hét, közel 90 program a tavaszi fesztiválon. Rendhagyó módon ünnepeltek a Varázstoronyban. Híreink bővebben. A gazdasági élet szereplőit szólítja meg az a térinformatikai rendszer, amelyről a Megyeházán műhely konferencián tanácskoztak. Az újdonságot az Eszterházy Károly Egyetem Innorégió Tudásközpontja fejlesztette. Az Eszterházy Károly Egyetem Innorégió területi döntés támogató rendszere, az IDS projekt, egy olyan komplex téradatbázis, amely elsősorban a gazdasági élet szereplői számára biztosít naprakész területi információkat. Kiépülő térinformatikai adatbázis véleményem szerint olyan információval fog szolgálni mind nekünk fiatalunknak, mind a jövőben létrejövő kutatásoknak, amit tényleg nagyon sokrétűen fel tudunk majd használni. Mi fiatalok is, tényleg bármiben, valamint a kutatók is. Azaz, ez egy olyan online adatbázis és egy amellé rendelt térkép, amelyről különféle adatokat nyerhetnek azok, akik használni fogják. Például adott növényre a számára legalkalmasabb termőhelyi feltételeket határozza meg a rendszer. Erről tartottak műhelykonferenciát március 10-én a Heves megyei kormányhivatal Barkóczi termében. A konferencia pedig véleményem szerint nagyon jó arra, hogy ezt a város döntéshozói, valamint a civilek is mélyebb tapasztalatokat kapjanak arról, hogy mit is csinálunk. Az erről tartott konferencián dr. Ruszkai Csaba, az Innorégió Tudásközpont igazgatója kiemelte, a termőhely alkalmassági szoftver kialakítása jövő év elejére zárul. Utána 2018 második felére lesz publikus, akkor használhatják majd az emberek, akár mobil applikáción keresztül is. Újra fesztiválozik a város. 6 hét alatt közel 90 program várja az érdeklődőket. Színház, jazz, cirkuszművészet, irodalom és rockzene, többek között ebből kapnak ízelítőt a látogatók. Csillagtól csillagig tart az idei tavaszi fesztivál. A sajtótájékoztató keretein belül ismertették a szervezők a programsorozat részleteit. A rendkívül színes összetételű fesztivál 6 héten keresztül fog tartani, a csillagbontástól egészen a csillag víkendig. Érdekesség, hogy a fesztivál idején van a színház világnapja, a költészet napja, illetve a tánc világnapja is. Zenétől a borig, tánctól a festészetig vagy a színjátszásig tulajdonképpen mindenki megtalálja majd a számára érdekes programot. Maga az összefogás az nyilván arról szól, hogy a városban működő rendezvényszervező, programszervező intézmények, cégek erre az időszakra nagyon sok programot terveztek, és mi szerettük volna ezt a tavaszi fesztiválba úgy beintegrálni, hogy azok a programok, amelyek jól kiegészítik egymást, illetve amelyek a lehető legszélesebb palettát nyújtják az érdeklődőknek, hogy korosztályban, ízlésvilágban, nyilván a kultúra egyes ágaiban, hogy mindenhol legyen egy olyan program, nem egy, hanem több olyan program, ami a lehető legszélesebb érdeklődésre tart számot. Az Eszterházy Károly Egyetem 3 programban vesz részt, mint együttműködő partner. Az első a Tipozón tipográfiai kiállítás, második programunk Egerhez és a borhoz kapcsolódik, hiszen egy városi címke tervező pályázatot írtak ki, amin a hallgatóink vehetnek részt. Ezek mellett a fesztivált népszerűsítő óriás plakátokon 14 egri képzőművész alkotása fog megjelenni, többek között intézményünkhöz köthető művészeké is. Az első és talán számunkra a legkiemeltebb, a legfontosabb az egri templom galériában megrendezendő Tipozóna című kiállítás, ugye, ami a média és dizájn tanszék oktatóinak és hallgatóinak tipográfiai munkáit fogja bemutatni, ami azért érdekes, vagy azért unikum egy picit, mert a tipográfiával ilyen fokon vagy módon foglalkozó vagy gondolkozó kiállítás mostanában nem jött létre. A csillagbontás és a tavaszi fesztivál megnyitója a Líceumban került megrendezésre március 15-én, ahol a díszteremben bemutatták az idei egri csillagot, illetve egy borkóstolón vettek részt az érdeklődők. Feminizmus, a sztereotíp női szerepek és identitások,
valamint a női karrier szerepelt a témák között azon az egésznapos konferencián, amelyre a Tittel Pál könyvtárban került sor. A programon több mint 10 előadás hangzott el. A konferencián több terület, így a filozófia, történelem, irodalomtudomány, pedagógia és pszichológia szakértői tartottak előadást. A Tittel Pál könyvtárban került sor március 9-én a Női Szerepek Szerepértelmezések konferenciára. Az egésznapos előadás sorozat ötletét a dr. Olli János rektorhelyettes indította el. A nap megnyitásaként köszöntőt mondott dr. Liptai Kálmán rektor. A konferencia programjait dr. Antal Éva vezette le. A hallgatóság 4 szekción belül 13 előadást hallgathatott meg. Minden szekció után lehetőség volt egy rövidebb beszélgetésre az előadókkal. Nagy érdeklődéssel követtem nyomon az előadásokat, és azért írtam el, mert azt gondolom, hogy olyan kérdések kerülnek előtérbe, amely társadalmi szinten fontos mindannyiunk számára, azok az előítéletének a megismerése, amelyekkel bizonyos egyének előnyökhez, mások pedig hátrányokhoz jutottak a társadalomban. A témák között szerepelt többek között a feminizmus, a sztereotíp női szerepek és identitások, valamint a női karrier. Hogyan legyünk eredményesek a tudománymetria aktuális hazai mutatói? Ez volt az egyik központi téma azon a fórumon, amelyet a Természettudományi Kar dékáni hivatala és a Kari Tudományos Bizottság tartott. Hogyan legyünk eredményesek? Tudatos karrierépítés, tervezés. A Természettudományi Kar dékáni hivatala és a Kari Tudományos Bizottság tudományos fórumot tartott. Témájuk a tudománymetria aktuális hazai mutatói és a DSC előírások százalékos teljesítése. Célok és kérdések professzor dr. Csuszdi Csaba egyetemi tanár a tudományos fejlődés egyéni teljesítmények összehasonlításáról tartott előadást. 10-12-es hírsindexel rendelkezik egyetemi tanár, professzor az 10-18-as, az Amerikai Fizikai Társaság tagja az 15-20. Fontos, hogy a különböző disziplináris tudományterületek között jelentős különbségek vannak, és minden területnél meg kell találni azt a vonatkoztatási rendszert, ami egyértelműen mutatja az előrehaladást. Az egyetem úgy döntött, hogy a Magyar Tudományos Akadémia tudományos osztályán belül működő tudományos bizottságok által MTA doktora követelményrendszert veszi alapul, és a kollégáknak a tudományos teljesítményét, habitus vizsgálatát alapvetően ehhez a rendszerhez igazítva végezzük majd. Foglalkoztatási követelményrendszer alapján az Eszterházy Károly Egyetem átsorolási folyamatai zajlanak. A főiskolai kinevezéseket egyetemi kinevezésekké kell alakítani. Hogyan jelenik meg a kémiai kommunikáció a természetben? Erről beszélt Magsai Gábor professzor a legutóbbi tudományos sziesztán. Az előadás az élettani összefüggésekről és az állatok közötti biológiai és kémiai folyamatokról szólt. Ezt a texasi korallkígyót más szempontból mutatom be. A kémiai kommunikáció, ami valójában biológia. Receptorok, kiszerkezetek, molekulák, fehérjék megjelenés. Az ökológia, mint önálló biológiai tudomány. Ezen témákra kaphattak választ azok, akik ellátogattak a tudományos sziesztára, melynek vendége és előadója Magsa Gábor, az MTA professzora volt. Már évtizeden belül a kémia és a biológia össze fog olvadni, a fizika is valamennyire. Az előadásomban mutattam erre példákat, hogy a fizika is kezd a kémiával közeledni. Úgy foghatjuk ezt fel, mint ilyen archipelágó, szigetek emelkednek ki vulkanikusan, tovább emelkedik, aztán egyszer csak összeolvadnak a szigetek. Természet törvényszerűségei nem tesznek különbséget a biológia és a kémia között. Szó esett a feromonok fontosságáról, melyek a természetben megtalálható vegyületek. Fontos szerepük van a kémiai kommunikációban. Nem szokványos múzeumi környezetben, hanem közterületeken helyezte el alkotásait Vince Otto, erről tartott előadást a Művész házon kívül címmel az egyetemen.
A hallgatók láthatták többek között a Dunavizén elhelyezett óriás biliárdkolyókat, valamint a Szentendre tereire tervezett fémcsónakokat. Vince Otto képzőművész előadást tartott március 13-án házon kívül címen. Itt többnyire kültérben készült művekről van szó. Ikonikusan összefoglalja, mi mindennen kell átesni a kortárs művésznek. Mostani előadásnak a címe házon kívül volt, ami egy ismert szófordulat, de ez esetben azt jelenti, hogy olyan művek, amik nem a szokásos múzeumi környezetben születnek meg, vagy kerülnek falra, vagy egyáltalán nem falra, hiszen ezek a szabadban olyan köztereken és olyan természeti környezetben kapnak helyet, mint például legutóbb a Szentendrei Dunaág, tehát a Dunavizén, küzdve a sodrással, időjárás viszontagságaival, vízállás különbséggel, uszadékokkal, tehát egy olyan speciális területe a művészetnek, ahol másfajta kihívásokkal kell szembenézni, mint egy hagyományos kiállítótér egy galéria fehér falai között. A pályázat kikötése volt, hogy az elkészült művek kötődjenek Szentendre életéhez. Láthattunk itt óriás biliárdgolyókat, amik a Dunavizén úsztak, bádokból készült hangszórókat az épület oldalára rögzítve, illetve fémcsónakokat, melybe a múzeumok alapelvei lézerrel bele vannak égetve. Az előadásra sok művészettel foglalkozó hallgató ellátogatott. Most először március 15-én is várták az érdeklődőket a Varázstorony munkatársai. Tudományos játszóházzal, fizikai és kémiai kísérletekkel készültek a látogatóknak. És most kellett a segítségetek is, hogy nagyon akarják, hogy tiszt, hogy meggyulladjon. Én már nagyon akarok. Március 15-én a Varázstorony nem a fegyverruppogástól volt hangos, hanem a gyerekzsivajtól és a fizikai és kémiai kísérletektől. A kicsiket tudományos játszóház és logikai gyerekfoglalkoztató játékok szórakoztatták egész nap. Két előadás is látható volt, ahol érdekes és látványos kísérleteket láthattak a kémia és fizika világából az érdeklődők. Nagyon jó koncentrálatok a képre! Ez az! Több mint 10 éve nagy rendszerességgel vannak kísérleti bemutatóink. Most az a újdonság, hogy március 15-én csináltuk ezt, illetve az az újdonság, hogy tavaly év novemberétől bevezettük azt, hogy hétvégeken játszóházat tartunk, és ezen játszóházaknak állandó programja, vagy egy kémiai, vagy egy fizikai kísérleti bemutató. Márciusban tovább folytatódnak a programok, 25-én egy különleges nőnapi előadássorozat lesz látható. Kedves nézőink, Önök a Lícom Televízió Hírlánc című műsorát látták. Köszönjük figyelmüket, jövő héten is tartsanak velünk, viszontlátásra!